2000 forint. Legalább egy adónemben ennyi tartozásnak vagy túlfizetésnek kell lennie, hogy valaki adószámla kivonatot kapjon. A kivonat mellett késedelmi pótlékértesítőt is találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítette. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 50 ezer magánszemély fogja megkapni azt a folyószámla kivonatot, amelyen az adó és a vámtartozását is feltüntetjük már az első oldalon, illetve a túlfizetéseket is szerepeltetjük ezen az oldalon már. Hogyha valaki nem kapja meg postai úton ezt az értesítőt, akkor természetesen ő elektronikusan nyújtott be valamilyen adatszolgáltatást, vagy pedig a bevallását 2016. január 1, illetve 2017. június 12-e közötti időszakba. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve az elektronikus tárhelyre küldjük ezt az adatszolgáltatást, ott tekintheti meg ezt a folyószámla kivonatot. A most érkező kivonatokon az adó és vám folyószámlák egyesítése miatt már a vámtételek is szerepelnek. Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyával vagy esetleges többletük átvezetésével is rendezhetik. Túlfizetés esetén az 1717-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez. Az adószámla kivonatot, valamint a pótlékértesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítani a saját nyilvántartásával. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött tájékoztató segít. Eltérés esetén személyesen, telefonon vagy írásban lehet észrevételt tenni a NAV-nál.